A műsor támogatta a vitalitásbolt.hu Béki László ajánlásával. Sziasztok! Császi András, természetgyógyász egészségfejlesztő vagyok. Ez itt a Vitalitás Bolt csomagoljuk, kikostoljuk meg című műsora. A mai műsorban a himatónak a prostacel készítményét fogjuk megnézni. Ugye az összetevőket minél felsorolom, megnézzük, hogy melyik mire jó, és utána kibontjuk, és megnézzük, hogy mit is tud ez a kapszula, meg hogyan is néz ki, mennyi van benne, hogyan kéne szedni. Ugye a prostacel, mint ahogy föl is van tüntetve a, dobozon, egy 60 darabos vegakapszula, kapszula, ami nagyon fontos, hogy ugye beta Szisztoterol tartalmaz, ugye ez a prostata a vessék normál működését ö, támogatja, ugye itt a vizelési problémáknál lehet nagyon-nagyon fontos szerepe, emellett ugye a csalán, ugye az a normál vizelési funkciók, vízhajtó és a vese működésnek a fenntartására nagyon jó. A fűrészpálma, ugye ismerhetjük szinte minden reklámban találkozunk a fűrészpálmával, ebben is benne van a fűrészpálma. Ez a prostata normál méretének megtartása, és emellett ugye a reprodukciós szerveknek a támogatása. Következő a Q10, ugye ez a spermium minőségét szabályozza, és itt is a spermiumnak a reprodukciós képességét szabályozza, ugye az előzőnél már ezt említettük. Aztán ugye van benne huminsav komplex, a, ugye ez az energia háztartásnál, a civilizációs problémáknak, tehát mindenféle sugárzás, táplálkozás és egyebeknek a kivezetésében, levezetésében játszik szerepet. Aztán van benne likopin, ugye, ami főként a paradicsomban található meg, és ez egy színes, egy piros színű antioxidáns formula, ugye, ami nagyban segíti a, a, az idegrendszernek a, a működését, és nagyban segíti a prostatának a működését. Ezen felül van a cink, ez a férfiak esetében a normál tesztoszteron szint fenntartását segíti, ugye mert megint csak elengedhetetlen a prostata normál működéséhez, és nagyban, tehát a cink is nagyban támogatja a prostatának a működését. Ezen felül ugye még van benne D3 vitamin, B6 vitamin, bor, réz, szelén, és van még benne kettő darab flóra baktérium. Ez azért érdekes, mert nagyon sok esetben a különböző típusú baktériumok különböző típusú szerveket támogatnak. Tehát ez a két speciális flóra baktérium fajta, ez kifejezetten a férfi nemi szervekre és emellett a, a prostatára van jótékony hatással. Tehát nem feltétlenül a prosztatát támogatja, de azzal, hogy a B-rendszer ezen része jól működik, egy picit hatással lesz a prosztatára is. Ugye ennek a, a 60 szemes kiszerelésnek a napi fejadagja normál férfi esetében egy kapszula naponta, tehát ez majdnem két hónapra elég de nagyon sok esetben célszerű kettő darab kapszulát szedni, tehát ez a dobozka egy havi adag. Ugye ami nagyon fontos mellette, hogy cukormentes, GMO-mentes, édesítőszermentes, vegán és tartósítószermentes maga a termék. Kezdjük el is két csomagolni, ugye egy ilyen papír dobozkába érkezik, ami mellett van egy nagyon szép fekete műanyag dobozka. Azt, ha kibontjuk, ugye akkor le van zárva eredetileg, ezt feltépjük, és megtaláljuk benne a kapszulákat. Ugye a kapszulában por alapon van benne, tehát semmi extra nem szeretném kinyitni, mert mint a homok kiszúródna belőle, semmi más nem kell csinálnunk a kapszulával, itt a hidrogénes kulacsom, mint egy kortyvíz mellett lenyeljük, ami semmi gondot nem okoz, mert a kapszula, mérete nem olyan hű, de nagy, hogy, hogy megakadjon a, tor a torkunkon. Ami nagyon fontos, Ugye, ha már megnéztük, hogy hogyan is érkezik a kis kapszulánk, hogy maga a Vitalitásbolt termékek, azok egy olyan dobozban érkeznek, ahol látjátok, hogy Vitalitásboltos ragasztószalag van rajta, és a Béki Tanár úr egy saját nevem félmélyezésével ellátott dobozban érkezik. Ez azért fontos, mert így biztos lehetsz abban, hogy, hogy jó terméket választottál. Szóval, nagyjából ezt tudja a, a Himato készítmény megbeszéltük, hogy mi van benne, megnéztük, hogy hogyan néz ki. Ha tetszett a műsor, és jövőben is szeretnél minél hamarabb információkat kapni a különböző hasonló videókról, iratkozz fel, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!